Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Velem Történt következő részében. A mai vendégünk Áronika Emese. Nagyon szépen köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy megosztod velünk a bizonyságtételed. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszöntök mindenkit én is. Az elején arra szeretnék kitérni, hogy milyen volt az életed azelőtt, amielőtt az Úr Jézussal találkoztál volna? Hogyan élted meg a mindennapjaidat? A mindennapjaim én is, mint egy normális, átlagos lány, úgy éltem. Hála Istennek, én is azért eljártam Szentmisére egész felnőtt koromig is, bár voltak periódusok, amikor kimaradt, nagymamámmal imádkoztunk, és tényleg visszaemlékszem, még érettségi előtt is imádkoztam a Jóistenhez, hogy sikerüljön az érettségim, és az ima az jelen volt akkor is az életemben, és hálás vagyok a szüleimnek is, hogy felneveltek, és hogy nem egy olyan életben volt részem, ahol tiltanák esetleg az, hogy eljárjak Szentmisére, vagy ne járjak el. És hálás vagyok azért, hogy többször is mamámmal részt vehettem a misén, olyan közösségében lehettem, ahol este is imádkoztunk akár. És ez azért fontos, úgy gondolom, ez is egy alap volt ahhoz, hogy megismerjem valójában Istent, és hogy ő tudjon megszólítani engem. Igen, ahogy említetted, hogy azért voltak megtapasztalásaid, és hogy imádkoztál is az Istenhez, és kérted az ő segítségét, de mégis miben volt más ez az egész? Abban volt más, hogy mint minden más tinilán jártam én is bulizni, volt olyan, hogy most már elmondom, így szégyellem bár, de voltam, hogy én is részeg voltam, nem voltam józan állapotban. Nekem is volt olyan párkapcsolatom, amely nem volt tiszta, és bizony volt olyan is, hogy iskolából ellógtam, órákról hiányoztam, a felmérőkön többször megtörtént, hogy leestem, és ezekre mind-mind csak azután jöttem rá, amiután Isten valójában az életemben jött teljes mértékben, hogy ezek mind a bűnök, az Istennek nem tetsző dolgok. Említetted ezeket a bűnöket, amik úgymond akkoriban jelen voltak az életedben, és hogy érezted, hogyha az Istenre néztél úgy akkoriban? Mert hogy mondtad, hogy azért volt valamilyen kapcsolódási pont már akkor is, de mégis azért gondolom éreztél egyfajta elszakadást az Istentől ezekben az időszakokban is, igaz? Igen, volt, hogy többször is, hogy amikor kevésbé éreztem magam közel az Úrhoz, és egyáltalán abban a bulis állapotban, főleg akkor nem is gondoltam arra, hogy Istenhez szóljak, vagy hogy ő mit szólna, ez annyira el voltam az én kis világomban. És amikor elkezdtem közeledni igazából az Úr útja felem, akkor kezdtem érezni, hogy a mélységek és a magasságok azok tehát a mélységek is sokkal mélyebbek, sokkal fájdalmasabb az, amikor lent vagyok, de viszont a magasság, amikor boldog vagyok, akkor az sokkal jobb élmény, mint amit a bulik adtak, vagy esetleg az, hogy a részeg legyek és elfelejtsek mindent. Uh-huh. Hát lényegében akkor volt egy ilyen szintkülönbség, amit Igen. te is úgymond felmértél, hogy ez nem a legjobb, hogyha így fog tovább menni. És mikor volt az a pont, amikor úgymond elkezdték közeledni az Isten fele? Ez a pont, amikor tényleg teljes mértékben elkezdtem közeledni, nagyjából 2022 telétől kezdődött el, amikor bekerültem egy ifjúsági közösségbe, ahol dicsőítettük Istent, és voltak beszélgetések. Utána ez a Kijénfalván volt, Gyergyó Kijénfalván. Aztán, amikor elkerültem Kolozsvár Egyetemre, ott is bekerültem a Mécses közösségbe, ahol szintén voltak dicsőítések és voltak tanítások. Ott is még inkább közeledtem Istenhez. Aztán, ahogy a testvérem is megtért és bemerítkezett, elfogadta Jézust az életébe, kezdett ő is beszélni rólam. Viszont nekem nagy-nagy ellenállás volt bennem, mivel hogy én azt hittem, hogy ő egy vallásba keresztelkedett meg. És én nem akartam az én vallásomat elhagyni, amiben voltam. Nagyon-nagyon ellenkeztem. Egészen addig, míg nem valaki rá nem világított arra, hogy
igazából a vallás az nem lényeg. Nem lényeg, hogy te most milyen valláshoz tartozol, hanem az, ami benne van. A tartalom, a lelki eledel a lényeg. És mindaddig, amíg ez megtörtént, nagyjából egy év volt ez az időszak. Mond egy évig küszködtél saját magaddal. Igen, egy évig küszködtem magammal, és egy olyan 2-3 hét volt az, amikor nagyon-nagyon mélyen elgondolkodtam a dolgokról, és amikor már kezdtem megérteni egyre inkább az igazságokat. Tehát a döntés az hamar ment, amikor már kezdtem szembesülni még intenzívebben az igazságokkal, de viszont kellett ez az egy év, hogy megtaláljam valóban Istent. És hogyan tapasztaltad meg az Istennek a közelségét ebben az időszakban? Amikor hallgattam dicsőítő dalokat, éreztem azt is, hogy olyan boldog vagyok, mint egy kisgyermek. Tudtam volna ugrándozni örömömbe. És tényleg volt olyan, hogy a dicsőítő dalok vigasztaltak meg. Volt olyan, hogy egy döntésem után békét éreztem, és akkor tudtam, hogy helyesen döntöttem, hogy az Isten akarata szerint döntöttem. És volt úgy is, hogy le is írtam már versbe ezt a Jóisten fele hálaként, és több ilyen versem is lett, hogy mennyire hálás vagyok Istennek azért, hogy ő vezet. Mondta, a művészi irányba is kibontakozott. Igen. Ez az áldás. És mi történt azután, amiután meghoztad ezt a döntést? Akkor, amikor én megtértem az Úrhoz, tehát, hogy megvallottam a bűneimet Jézusnak, és befogadtam a Szent Lelket, akkor egy nagy békességet éreztem magamban, és éreztem azt pár napra rá, hogy tényleg valami más történt, hogy tényleg nem csak annyiból állt az egész, hogy meggyónom a bűneimet, hanem valóban elkezdtem másképp gondolkodni. Akkor a pillanatban békességet éreztem, és utána éreztem azt, hogy én őket, ezeket a bűnöket végleg letettem, végleg ott hagytam az Úr Jézus lábánál, és nem tértek vissza, mert a vallásomban, ahonnan jövök, ott többször is volt olyan, hogy elmentem gyónni, meggyóntam a bűneimet, és többször is ugyanazokba a bűnökbe visszaestem. De amiután én az Úr Jézusnak megvallottam, őket az Úr Jézus teljesen elvette, nem tértek vissza azok a bűnök többé, és tényleg szabad voltam tőlük. Tehát egy valódi felszabadítás tett az Úr Jézus az én életemben. És hogy élted meg a Szentléleknek a befogadását? Nagyon-nagyon jó érzés volt, és most is jó érzés, hogy tudom, hogy vezet, és teljesen más gondolkodásom van. És voltam egy bálba azon a héten, pénteken, amikor befogadtam az Úr Jézust, és az volt az első jele annak, hogy valami változott bennem, mert éreztem azt, hogy nem vagyok ott jó helyen, hogy nekem nem jó ott lennem. Az a tánc, ami ott volt, és ugye ott volt a ivás is, tehát mint a világi bulik, olyan volt. És éreztem azt, hogy nekem nem jó ott lennem. És azelőtt pedig ezt nem éreztem, amielőtt be nem fogadtam volna a Szent Lelket. Azelőtt ennyire konkrét vezetést nem éreztem az Úrtól. Utána a Bibliát is másabban tudtam olvasni, sokkal jobban megértem az igazságokat, mint hogyha kinyit volna előttem az egész Bibliának a szövege. Annyi mindent megértek belőle, és azelőtt pedig olvastam, és nem értettem, hogy adott igerészek mire akarnak utalni. Említetted, hogy megtörtént a döntés, meghoztad a döntést, megtörtént az életrendezés, a Szentléleknek a befogadása. Hogyan élted meg a bemerítkezést? Emlékszem arra, hogy izgultam aznap, de ugyanakkor egy hatalmas boldogság volt számomra tudni azt, hogy nem egy vallásba keresztelkedtem bele, hanem engem az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevébe kereszteltek meg. Tudni azt, hogy megcselekedhettem az igazságot, amely az örök élethez vezet, és hogyha megmaradok ezen az úton, akkor tudom azt, hogy örök életem van, és hogy fel van írva a nevem az örök élet könyvébe. Ez egy hatalmas kiváltság, én úgy gondolom, és szeretném, hogyha minél több ember megtudná és meghallaná ezt az igazságot, hogy
Bármit tehetsz, akárhányszor megkeresztelkedhetsz, hogyha nem hiszel valójában az Úr Jézusba, akkor az a keresztség nem ér semmit. És miben lett másabb az életed, a mindennapjaid? Hogyan tapasztaltad meg ezek után az Istennek a jelenlétét? Az életem többek között abban is megváltozott, hogy sokkal türelmesebb vagyok. Önmagam fele is, nem csak mások fele, mert magammal is nagyon-nagyon türelmetlen voltam, illetve alacsony volt az önértékelésem. De így, hogy az Úr Jézus befogadtam, tudom azt, hogy ő értékesnek tart, és ez az egy dolog elegendő nekem, hogy én is értékesnek tartsam magam, és értékeljem magam. Tudom azt, hogy bármit mondjanak is mások, az Úr Jézus szeret engem, és elfogad olyannak, amilyen vagyok, és ez egy hatalmas vigasztalás számomra. És sokkal inkább magabiztosabb vagyok. Most már nem csinálok olyan dolgokat, mint ahogy említettem, a világi bulik, a lerészegedések. Most már egyre inkább az Úr Jézusba keresem a boldogságom, sőt, csak ő benne keresem a boldogságom. Illetve most már nem lesek a felmérőkor, vizsgákkor, mert tudom, hogy nem jó dolog. És igyekszem mindinkább az Urat keresni, és az ő igéjét folyton olvasni és megérteni. Olyan nagy biztonsággal tudni azt, hogy az övé lehetek. És talán a legnagyobb biztonság az az, hogy tudom, hogy hova kerülök a földi életem után, mert ezt megtérésem előtt nem tudtam. Azelőtt kérdés volt számomra, hogy én most hova kerülök. Azelőtt még azt sem tudtam pontosan, hogy van mennyi is pokol. Azt hittem, hogy mindenki a mennybe kerül, pedig nem. Mert hogyha ez így lenne, akkor milyen értelme lenne annak, hogy megtérjünk? A vallásom azt hiszi, hogy van tisztító tűz, de hogyha lenne tisztító tűz, akkor mindenki élhetné ugyanúgy az életét, és majd 5-6 év múlva kinek mennyi, megtisztul, és feljut a mennybe. Nem, ez nem így megy. A földön már eldől a mi sorsunk. Annak alapján, amit cselekszünk, hogy betöltjük-e a bibliai igazságokat, vagy nem. Emese, mit szeretnél üzenni a nézőknek, a mai fiataloknak, a nőknek, anyukáknak? Elsősorban azt szeretném üzenni, hogy a kegyelem még ma is tart. És hogyha valaki oda jön hozzájuk azzal, hogy Isten szereti őket, akkor ne forduljanak el, hanem hallgassák meg, és legyenek nyitottak meghallgatni az embereket, amikor jönnek ilyen üzenetekkel, és hogy ha találnak egy Bibliát, akkor azt nyugodtan nyissák ki, és olvassanak bele, hisz megéri beleolvasni. És tudom azt, hogy sok nehézséggel jár ez az út. Nekem is vannak nehézségeim most is, és tudom azt, hogy ezt a döntést meghozni nem könnyű, hisz lesznek olyanok, akik nem fogják érteni, hogy miért hoztuk meg ezt a döntést. A gonosz próbál támadni, leginkább azért, hogy távolítson el minket minél jobban Istentől, és azért, hogy megnyerjen magának, hogy a pokolba kerüljünk majd, és ne fele menj be Istenhez. De viszont harcolni kell, és fogadják el azt, hogy nem mindenki fogja megérteni az ők döntésüket. Nagyon szépen köszönjük, Emese, hogy úgy döntöttél, hogy megosztod velünk az életedet, a bizonyságtételedet is. Azt kívánom, hogy az Úr Jézus áldja meg az életed, a családod életét is, és boldog babavárást. Köszönöm szépen!